Most már én is elmondhatom magamról, hogy büszke kutyatartó vagyok, ugyanis pár hete egy csodás kiskutyát nevelgetünk együtt a párommal, természetesen próbálunk neki mindent megtanítani, és azt gondoljuk, hogy elég okos, viszont hogyha őszinte akarok lenni, akkor bevallhatom, hogy azt gondolom, hogy azért ő még elég messze áll egy Norvégiában élő kollégájától, egy border collie-tól, aki képzeljétek el, képes arra, hogy tárgyakat azonosítson. Ebben a nem mindennapi kutatásban részt vett az ELTE etológiai tanszéke is, akiket a vírushelyzet sem tartott vissza a munkától, úgyhogy Skype-on tartották a kapcsolatot a kutyával. Vendégem a tanszék vezetője, dr. Miklósi Ádám. Jó estét! Azt tudjuk a kutyákról, hogy nagyon tudnak szeretni, és nagyon okosak, de mégis egy kutya hogy lehet arra képes, hogy bizonyos tárgyakat azonosítani tud? Ezt meg lehet neki tanítani, vagy erre nagyon-nagyon kevés kutya képes? A kutatások eddigi eredménye szerint nagyon kevés kutya képes, ez egy speciális képesség. Egyelőre pont azért érdekes ez az egész terület, és ebbe fogtunk bele egy-két éven, mert nem is, mi magunk sem értjük. Ezt lehetett tudni a utóbbi 10-20 évben, hogy felbukkantak ilyen kutyák, akikről ez kiderült, kutatók megvizsgálták őket, valóban tudják ugye a tárgyaknak a konkrétan nevét, és meg tudják őket különböztetni, de hogy mi van emögött, ezt mi sem tudtuk, és ezért örültünk annak, amikor végül is viszkivel összehozott minket a sors, teljesen véletlenül egyébként, és mi is saját kézbe tudtuk megnézni azt, hogy milyen egy olyan kutya, aki ilyen sokféle tárgyat tud. Hogyan találtátok meg ezt a Norvégiában élő csodakutyust? Hát ez teljesen véletlen volt. Igazából a kutyának egy újságíró gazdája van, aki eljött hozzánk, hogy a tanszéken megismertessük őt a legfrissebb kutatásainkkal, és amikor már 3 nap után már mindent untunk, és már kimerültünk a témákban, akkor elkezdtük a szokásos, hogy na akkor meséld el, milyen kutyád van, mert azt már kiderült, hogy van kutyája. És akkor kiderült az, hogy elkezdtem mesélni, hogy hát neki van egy olyan kutya, még tud 60 tárgyat megkülönböztetni, labdákat, frisbiket, mindenfélt. És akkor a Klaudiával, aki a kolléganőm, és együtt csináljuk ezt a kutatást, hogy egymásra nézzük, hogy hát ez meghibbant, hát ilyen nincsen ilyen kutya, vagy legalábbis nagyon ritka, és hát miért pont ennek az újságírónak lenne ilyen kutyája, de aztán kiderült az, valóban Skype-on keresztül kezdtünk el akkor dolgozni, mert azért Norvégia az nem a szomszédban van, hogy ténylegesen valóban a kutya képes arra, hogy azt mondják neki, hogy hozd be a kék delfint, vagy a vörös labdát, vagy a piros frisbit, akkor ott ténylegesen 60 tárgy közül a megfelelőt tudja kiválasztani. De ez hogy lehet? Azért a legtöbb kutyát viszonylag hamar sikerül mondjuk szobatisztaságra nevelni. Már az én kiskutyám is visszahozza a labdát, mondjuk csak azt, amelyiket ő szeretné. De mégis egy ennyire okos kutyának hogyan zajlik az oktatása? Egyáltalán mikor lehet észrevenni, hogy ő erre képes lesz egyszer? A történet, és aztán több emberrel beszéltünk, és most már azért 2-3 kutya van a körünkben, akikkel együtt dolgozunk, az általában úgy kezdődik, hogy a gazdának ténylegesen feltűnik, hogy a kutya megfő tárgyakat hozza be. Tehát nem úgy, ahogy elhangzott, hogy mindig azt, ami éppen neki tetszik, vagy aznap vannak ilyen kutyák, hogy napi preferenciáik van valamilyen tárgyra, hanem ők ténylegesen tudják ezt. És hogy ez hogy alakul ki, valószínűleg spontán, és ezért gondolom, hogy ez nem a kiképzésen múlik. Általában a gazdák, ez az újságíró is teljesen naív. Az első kutyája volt, azt se tudta, mit kell csinálni, sőt elég mulatságos volt, mert ő vett egy ilyen kutyás könyvet, ahol írtak egy korábban egy ilyen border collie-ról, mert egyébként egy border collie-ról beszélünk, aki képes volt erre, és ő ezt mint egy receptet elővette, és elkezdte csinálni a kutyával, és nem is lepődött meg, hiszen le volt írva, hogy egy border collie-val így játszik az ember. Ez azért is érdekes, hogy egy border collie-ról beszélünk, mert köztük több ilyen kutya is van, aki erre képes. Igen, ez egy különösen furcsa dolog, és itt nagyon óvatosan kell gondolkodnunk erről, mert a border collie amúgy is ki van kiáltva, mint a legokosabb kutya fajta, ami persze hát azért veszélyes, mert nagyon sok border collie valószínűleg átlagos kutya egyébként, de ebben a mintában, tehát ez az 5-6 különleges kutyának nevezzük mi őket, nem megbántva azt, hogy most okos vagy nem okos a többi kutyához képest. Tehát ezek a furcsa vagy különleges kutyák, ennek között valóban aránytalan sok a border collie, tehát lehet, hogy emögött van valami genetikai hatás. Ugye a border collie ezeket a terelő kutyákat azért általában arra is szelektálták úgy egy idejével ezelőtt, hogy figyeljenek oda a juhásznak a jelzéseire, figyeljenek oda a hangjára, hogy mit mond, hogy mit mutat, hogyan kell terelni a nyájat. Tehát az is lehet, hogy ez a szelekció egy picit ebben a fajtában elősegítette, hogy megjelenjenek ilyen tehetséges kutyaegyedek.
Beszéljünk arról egy picit, hogy a Tanszék alapító Csányi Vilmos a Kutyák szőrös gyerekek című könyvében arról írt, hogy talán a kutyák lehetnek azok az állatok, akik először meg fognak szólalni. Látsz erre bármilyen esélyt? Én ha nézem a kiskutyámat, már alig várom, de szerintem ő nem fog megszólalni. De ugye a jövőben ez bekövetkezhet szerinted? Én szkeptikus vagyok, ugye itt nem megint kell fogalmazni, a majd megszólal. Tehát nagyon aranyos, hogy mindjárt beszél, és a kutyáknak van egy rendkívül jó tulajdonsága, hogy nagyon okosan tudnak nézni. Elképesztő. De ez ugye, azt lássuk be, hogy ez bennünk keletkezik ez a benyomás. Itt arról azért valóban érdekes ez a történet, hiszen a kutyáknak, ezekben a kutyákban valóban mondhatjuk azt, hogy a nyelvi képességnek egy fontos eleme megvan, az, hogy egy szót, egy emberi szót tudnak társítani egy tárgyal, és sőt a viszkén az is kiderült, hogy nem csak egy tárgyal társítják ezt, hanem egy koncepciójuk is van. Tehát viszkinek, mikor azt mondjuk, hogy frisbee, akkor ő egy csomó olyan tárgy között is, amit még sosem látott korábban, ki fogja választani a frisbit, és behozza. Tehát ő tudja azt, hogy mi az, hogy frisbee, vagy kötél, vagy labda, ami az egy izgalmas képesség. Ennek a kutatásnak, amiben részt vettetek, ennek mi a célja, mit szeretnétek ezzel elérni a jövőben? Hát a kutatás, hogy ez be van ágyazva egy nagy kérdésbe, a nagy kérdés pedig az, hogy az emberi nyelv, annak mi a története, mi az evolúciója. Az ember esetében nem tudunk visszamenni a történelemben. Kutatók százai, ezrei azon vitatkoznak, hogy mikor keletkezett a nyelv, mikor éltek az első beszélő emberek. Na hát, ha meg is tudnánk, mármint, hogy meg is állapítanánk az időt, nem tudjuk ezt igazából megvizsgálni. Ezért egy másik stratégia az, amit mi is és mások is alkalmaznak, hogy megnézzük, hogy különböző állatfajokban a nyelvi képességnek bizonyos elemei hogyan jelennek meg. És ez a szótanulás, mert valójában itt most csak ennyire erről van szó, ez a kutyában legalábbis bizonyos különleges egyedekben megjelent, és mi azt nézzük meg, hogy ezeknek a kutyáknak valóban mik a képességei, tehát például ez a koncepciótanulás, de egyáltalán az, hogy odafigyelnek, úgyis egy fontos tulajdonság, odafigyelnek a szóra, a kimondott Igen. szóra, és ez egy nagyon ritka dolog, hogy egy állat tényleg úgy befolyásolni tudom egy állatnak a viselkedését egyszerűen a szavak által. Hihetetlen egyébként ez az egész történet, és nagyon jó, hogy vannak ilyen okos kutyusok. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és majd várjuk a kutatás eredményét. Köszönöm.